Sikerült gyorsan alkalmazkodni a megváltozott helyzethez nagy halászban. A város polgármestere hangsúlyozta, a lakosság betartotta a kormány által hozott rendelkezéseket. Ennek is köszönhetően senki nem fertőződött meg a településen. Az országos korlátozások enyhítésének már a városban is látható jelei vannak. Ehhez igazodva a képviselőtestület hamarosan több fontos helyi döntést is meghozhat. Természetesen megléptük azokat, amit a kormányzati szinten hoztak döntéseket, betartottuk, pluszba mi is ugye bezártuk az óvodát, bölcsődét, piacot, kulturális intézményeket, és mindenféleképpen betartottuk azokat a szabályokat, ami védőeszköz és 1,5 méteres távolságtartásról szólt, és így meglett az eredmény. Hál' Istennek nagyhalászba tudomásom szerint nem volt fertőzött, és most már azon gondolkodunk, hogy a héten az óvodát és a bölcsődét újra nyitjuk. Ezzel segítünk azoknak, akik vissza kell, hogy menjenek a munkahelyre, a gyereket akkor így el tudják jobban helyezni. Más településekhez hasonlóan néhány nagyhalászi vállalkozást is kénytelen volt csökkentett kapacitással üzemelni, egyes építőipari beruházások pedig az anyagbeszállítás késlekedése miatt szüneteltek. Orosz Károly Zsolt ugyanakkor elmondta, a nehézségek ellenére is jól halad a város megkezdett fejlesztéseivel. Egy folyó projektünk a zöldváros kialakítása Nagyhalászban. Ennek a projekt elemeinek a befejezésén dolgoznak a kivitelezők, illetve a léderes pályázatból nyertünk egy temető felújítását, az is május végére befejeződik. Szeretnénk a szociális városrehabilitációs pályázaton indulni, annak az előkészületeit csináljuk, illetve gazdaságélénkítő programba bekerültünk, és ennek a dolgait készítjük elő. A polgármester hozzátette, az önkormányzat jelentős bevételtől esett el amiatt, hogy az iparűzési adóval nem rendelkezhetett, az ugyanis a veszélyhelyzet ideje alatt az állami költségvetésbe került. A rendezvények megtartásáról a közeljövőben dönt majd a képviselőtestület, ám az biztos, hogy a biztonság fenntartása érdekében csak kisebb rendezvények lebonyolítására lesz lehetőség Nagyhalászban a nyár folyamán.